another visitor. Stay a while. Stay forever. Na jól, lássuk, mire jutunk. Iroda az baziol be van védve. Nem lesz baj. You've been trapped in the simulation for 3 weeks. Normally the tests are only a few days long. 3 hétig? És mikor készült a videónk? I have your voice. It's a tactic to ease your natural suspicion. I'm sure you realize this. Az én hangomat használja. So I'm earnest. Jó, fölök tudsz, nincs. De vigye, nem viszek. Tuti? Jó, rengeteg pisztolylőszerem van. Lehet, hogy most kivételesen a pisztolyt kéne használnom. Na igen, ez a második nap. Megállt mellettünk egy katonai kocsi, adott egy üveg vizet, felvett egy tucat civil, 4 vagy 5 katona hátul. Megkérdeztem, mi történik, a katona csak megrázta magát, megvonta a vállát. Mondtam neki, hogy vezettem ilyen autót, ilyen teherautót katonakoromban. A lila füst szürkével vegyült, és magasra szállt az égen, mint hogyha befette volna az egész várost. Addig vettünk fel embereket, amíg teljesen tele nem lett a kocsi. Mielőtt elértünk volna a műútra, lövéseket hallottunk, a katonák lemásztak és előkészítették a fegyverüket. Parancsnok azt mondta, hogy menjek nyugatra, amennyire lehetséges, aztán a lövöldözés felé kezdett futni. December is itt van január után. Na, ő meg segíteni akar megszökni. Aha. Találkozzál velem a foyerben. Mi az a foyer? Neuromod Division. Ő meg ott van, ahonnan jöttem. Mi van? Oké. Pillanat alatt kicserélem. Hoppá! Érteni. Megint flotty. Inkább megszerelem akkor, jó? Itt van egy feldolgozó.
semmi notesz, semmi ezt a... Ott mászkál január. Ez valami szarérzékelő. Allakám. Ah, oda kéne mennem, ugye? Hol lehet múgyány, papa? Egyelőre nem látom, de az az erőve még a fejem fölött is lehet. Azt hallom, hogy hol mászol. Good evening, Talos. A word from our security chief, Ms. Alizar. To protect your co-workers' privacy, security terminals are reserved for authorized uses only. If you're not wearing a blue uniform, you're probably not authorized. Hello, Burgyák! Meglátod? Jó van. Gyere! Oh-oh! Futunk! Futunk! Szaladunk! Hadd lobogjon! Ejja! Kilöttem rá egy teljes tárat, jó van. Puck. Hogy vagy, pucike? Nagyjából jól. Ó, hogy az a nyavajak országos kinkeser. Oké, okay, itt szabadult el a bazbirga. Mert itt is hagyom addig. Or something worse. Alex, the Titan, they're all working against you. Trust yourself. Korábbi verziója Noel. You made. We need to get the arming keys and destroy Talos 1 before it's too late. Szerint is el kell pusztítanunk Talost. Azt mondja, hogy mindannyian... Na várjunk csak ott egy december. Ah, kinyírt a december! Did you find something interesting? Egy január kinyírt a december. Oké. Okay. Mert egy korábbi defektív modell, és mindenki ellene dolgozott, illetve hát ellenem dolgozik a bátyám, és így tovább. Head to deep storage. The more you see of Talos 1. The more you'll understand why you made the decision to destroy everything, if it's not obvious. Minél többet látunk Talosból, annál inkább. Meg fogom érteni, hogy miért kell elpusztítanom. The Typhon have already demonstrated an ability to distort technology, including operator programming. Operátorokat is tönkre tudta tenni. Get to deep storage, Morgan. You need your arming key. Deep storage, I understand if you feel uncertain. Érzem, hogy bizonytalan vagy.
I'll do everything in my power to help you and keep you safe. Mindent megtesz, hogy segítsen nekem, és biztonságban tarts. I'll contact you again later. És majd később beszélünk. Lássuk. Persze egy quick save jöhet. Na, utazzak, biztos? Aha. Tökre jó ötletnek tűnik. A betöltő képernyőn volt egy olyan kiírás, hogy ez a pszichotronikai hely, ez a Vorona szatellit köré épült, ami 1956-ban először találkozott a Typhoon ökológiával. Minő öröm és boldogság. Nyugi van. Ez a biztonságos hely ellentéte, valaki segít rajtad. Mikala vagy kicsoda? Figyeltem az üzenetére a tesódnak. Menj olyan gyorsan keresztül ezen a helyen, ahol csak lehet. Tehát a maintenance tunnelen keresztül kell mennem, amit úgy hívnak, hogy GUT. És olyan gyorsan menjek keresztül rajta, ahogy csak lehet. Hát nézzük. Olyan gyorsan megyek keresztül, ahogy csak lehet. Fussunk, szaladjunk! Nem erre, hanem erre. Futás, zsákutca, anyád valagát. Ó, pisztoly elég jól működik, hallod. Ó, töltök, töltök, várj egy picit, töltök. Oké, köszi. Nem tudom, mennyire jó ötlet ilyen olyan gyorsan keresztül szaladni. Egyből bejöttem egy zsák utcába. Hopp. Jaj, de guszt! Figyú, hadd nézzek már körül. Szép, nyugodtan lassan. Én le is tudom minden emelni benne. Ejjjúval! Mi volna, hogyha nem szaladnék olyan gyorsan keresztül, ahogy csak lehet, hanem inkább körülnéznek érdekeket. Ez egy erros hely. Nem mondod, ott van két turret. Ja, nem. Előbb szétverem az üveget. Csúnyán. Oké. Okay. Ilyen kis nyúszogó hangja van. Köszi. Csak rohanjak keresztül minél gyorsabban, ja. Tök jó ötlet. Thank you.
Nagyon jó. Úgy jöttem be. A temetőben van ő. Miért oda kell mennem? Ha a temetőben van. Ott van, akkor mi menjek oda? Érdekes elképzelés. A kettes szint köti össze. Kérdés, hol lehet fölmenni? Hover kioszk, egy recycle és egy fabrikátor is van. Á, és ott lehet kimenni. És akkor mondjuk nem erre kéne visszajönnem. Ami nem egy olyan káros dolog. Még egy operátor diszpenzer is van. Jó, megnézzük a nagy kör alakú szobába. Hol tudok-e kászványolódni? Ó, a második műszakban, ahogy a bátyó mondta, Dr. Gallegoszt a Security Office-ba kell kicsérned a Main Lobby-ban. Hát jó. A vasfüggöny mögött. Történelmi polgári felkelésről szól. Ahogy Amerika és Oroszország kapcsolata az elmúlt pár évtizedben javult, a vasfüggöny maradéka még mindig jegesen csüngött a két ország között. És az oroszok se örültek, nem csak az amerikaiak annak, hogy mindenkit magába olvaszt Oroszország. A Menshevics-ek ellene voltak az agresszív orosz terjeszkedésnek, először csak kisebbség, de egyre gyorsabban nőtt. Ó, a második tisztogatás kezdete az orosz-indián közbenjárás. Érdekes. Lássuk. Ó, köszi. Rúcsmó. És két golyószóra állvány, ezekkel én szerintem nagyszerűen elleszek. CT-get hard drive. Egy pisztoly. Nem már kiszedték az összes fegyver. Fönt semmi érdekes. Security check scan online. My pleasure. Thank you. Ezekkel fogok úgy játszódni, hogy folyton előrébb és előrébb fogom őket pakolgatni. Ezek erre mi van. Most ez ennyire be van ide szorulva.
Jó, van még rám is esett nagyszerű. What? Mi van már? Hol vagyok? Nem. Kerültem ide? Réma. Na, végre. Jó lesz nekem a pisztoly is. Tehát, itt leestem valahogy. Ami igen kellemetlen. Ó, 25-öt még nem kell rajta javítani, csak 20-at. Ez itt valahogy beszakadt. Ha jól értem. Ah, tehát innen a stúfok lelögdöstek engem ebbe a ligba. Így történt, hogy a rajtamütődés történt. Nem tudom eldobni. Na visszatettem, nem hiszem el. Akker. Jó, és most meg egymásba tettem a kettőt. Hát jó. Nem vitázom, furcsa hely ez. Mégsem megyünk be. Igaz, hogy ki se. El akarom dobni ezt a szart! Jaj, rám fog esni! Dob már el! Tuti nem tudom eldobni. Hiába bal klikkelek. Na jó, ezt békén hagyom. Ebből csak nekem lesz bajom. Téged viszont hozlak, jó? Mondom, hozlak. Hogy? Itt egy kicsit beglitcheltem. Sok szennyes tartó hátránya. Ott ül a vécén. Ej, de kusztusos volt. Ott egy hulla is. Hello. Hello, anyjuk. Nem tudom ezt a szart arrébb vinni, most hát tényleg zavar. Na, de most még el is tudtam dobni. Következő szar. Ja, végre sikerült. The
required beyond this point. Pszichoszkópra van szükség, de honnan legyen nekem pszichoszkópom? Köszcsi? Azt nem tudom. Akkor lehet, hogy onnan lentről kell megszerezni mégis. Bonyi! Szerezzünk egy pszichoszkópot. Mert az nekünk nagyon jó ott. Én pszichoszkópot. Ott esetleg nem, az csak dzsuval. Nem, tényleg csak dzsuval. Ezt így meg kellett volna találnom, tényleg. Hát... nem tudom. Pszichoszkóp! Áttörés a neuromodok mellett. Aha, lehet szkennelni. Én találtam föl. Meg tudtam volna szkennelni, de nem szkenneltem meg. Á, és most a nagyító helyett ez jön már be. Oké. Na, megöli? Nem ölte meg! Jó. Egyrészt majdnem teljesen szétlőtte. De ugye úgy is most tudom javítani. Eddig jó. Itt most elmentem, mert hogy megpróbáltam fölvinni, valami borzalmasan megszoptam. És akkor mutatom is, hogy hogyan lehet borzalmasan megszopni, figyeljetek. Konkrétan kiesett az ágyú a pályán. Elvileg ki tudom dobni valahogy. Sőt, ha minden igaz, földobtam. Ó, köszi egy medkit. Nem volt rá szükség. És... kimászok. Hol a turret? Turret! Megvagy! Sikerült kimásznom, el se hiszem. Psychoscope required beyond this point.
Mert azt elhiszem. Jó. Hozom a másikat is. És most már stetoszkópom is van. Egyébként meghalok itt lent, csak úgy juthatok ki, akkor nyílnak ki a laborok. Tehát egy fantom. Na de most nem tudom őket követni, basszus. Containment shield, hát a nagy fenéket. Aha, itt van egy. Én nagyon örülök, hogy a power még cooldownban van. Jó. Á, hogy így tudom őket szkennelni. Rabul ejtették szegény fantomokat. Jó, beszkenneltem 4 fantomot. Most már szeretnék ebből kilépni. Baromi jó. Na végre! Ahogy ő benne van valami vacakban. Mimik. Nem ott a mimik. De ott a mimik, csak úgy bele van esve. Abba a szarba. Ettől se hal meg, basszus. Annak ellenére, hogy láttam, meg tudott harapni Bakker. Nyugi van. Megszerellek a hagyot. Yes. Hát jó. Megint tudok neuromodot készíteni, de jó. Warning. If you scan enough
Typhon organisms, you'll be able to install föl tudok rakni ilyen beültetést, de ez veszélyes. A túretek idegenként azonosítanak, és még rosszabb következményei is lehetnek. Ne veszítsd el magad. Jó, hát akkor csak egy-kettőt is találok majd. Typhoon mimézis. Korábban arra gondoltak, hogy a mimikek újra formálják a molekuláris struktúrájukat, azaz replikálják az atomi felépítését a céltárgynak. Mi most arra gondolunk, hogy nem is váltanak alakot. Amikor úgy csinálnak, mintha egy tárgy lenne, nem ebben az univerzumban vannak. Kicserél egy tárgyat egy párhuzamos valóságból, de egy tudatos linket, paradimenzionális összekötődést az áthozott tárgyal az univerzumunkba megtart. Érdekes. És hát teljesen kellemes őrültudós elképzelés, ezt nem maradt sem el. A noetikus mező. Ez egy nagyon új ötlet. Persze minden tudós kicsúfolta először, hisz a tudomány bölcsességét és törvényeit, semmibe veszi. Aztán talán lehetségesnek tartják bizonyos körülmények között, de kevés a bizonyíték. Harmadszor a divatos kísérletezők is kíváncsiak lesznek rá, és a közvélemény. Végül azok a szkeptikusok, akik először kinevették, most azt mondják, hogy ők gondoltak rá először. Még őrült tudósosabb. Kár, hogy meghalt. Nagyszerű, két kulcskártyát is találtam. Be tudom én is ilyen klasszul lőni az ablakon? Arany lópikulát mellé tudok lőni. Más miért tudja megcsinálni, és én miért nem? Brühühű. Na mindegy. Lorés. Valamennyire sikerült. Ú, mineral. Lejárt plazma zacskó. Oké. De tényleg, és itt azt mondják, hogy a laborban... Na, ezt megütögetem. Nem. Na nézzük, mik vannak itt. Mögötte, nem ötte meg. E-mail. Gollegosz küldött egy problémát. Beszéljük minél gyorsabban. A Looking Glass-a varázstükrön keresztül. Ugye Alice csoda országban volt a Looking Glass, a tükörországban. Tokai megsérült, úristen, mi lett a borral? Beszorult a keze a hölgynek egy gépbe, de mint hogyha meg lett volna harapva, emberi harapás nyom. Valaki leharapta a bőrnyát. Ha valaki megtalálna az ujját, akkor vissza tudnánk varni. Nem, amikor megkérdeztük, hogy a biztonságokat, hogyha meg tudnák találni az ujját, legalább és vissza tudnák varni, a gép ledarálta. Mi történt?
Micsoda? Na ez elég durva. Majd küldjük teljes jelentést a V0106537-es páciensről. A Typhoon pszicho uralkodó érdeklődött a kísérleti alany iránt, de aztán nem tudta kolonizálni az agyát. Sőt, eléggé megutálta. 5 óra, 1 perc, 30 másodperc után abbahagytuk a kísérletet Mr. Yu kérésére. 37-est pedig a gyengélkedőbe küldtük. A 37-esnek hosszú története van pszichológiai instabilitásokról, de ez egy újabb traumát okozott neki. Addig bent tartjuk, amíg meg nem tudjuk a érdekes ellenállását a Typhoon pszichokratisokkal szemben. Jó. Tokait is elküldtük a traumára, nem találtuk meg az ujját. 37-est is megfigyelés alatt tartjuk. A biztonságiak figyelnek a fizikai állapotára. Érdekes, hogy nem tűnnek fényérzékenyek. Ó, köszi. És ez megmagyarázhatja, hogy hogy érkeztek ide a mimikek, és hogy érte legalább egy túl a vákumban, a műhold belsejében ilyen sokáig. Át tudnak menni egy szomszédos dimenzionális buborékba, ahol az idő sokkal lassabban telik. És hogyha a megfelelő stimulus éri, azaz áldozat, akkor visszajönnek. Tehát egy 6 millió éves utazás a naprendszerünkbe, mondjuk egy fémmeteorba, talán csak egy pár másodpercig tart. Ezek a lények a végső csapóajtós pókok. Hát ez persze mind csak nagyszerű elmélet. De jó, végre tudni, nincsenek a közelben minikek. Pedig ő még lebeg is, mindent megpróbál. Nem hiszünk neki. Ó, a 37-es páciens. Az utolsó egy napban, 24 órában még inkább instabilá vált. Nagyon kíváncsi lett a kis tárgyakra maga körül. Megpróbált őket a szájába venni és megenni, akár ehető, akár ehetetlen. Valami gyorshatású pika, az nem tudom micsoda, de nincsen bizonyíték arra, hogy a telepatának köszönhetően. Lehet, hogy öngyilkos akart lenni, már nem próbált elrejteni. Endoszkóppal megvizsgálom a belsejét, hogy semmi nincsen benne. Figyeljük, hogy ne legyen öngyilkos. Nem adtunk neki semmilyen nyugtatót, ahogy a műtétre fel legyen készülve, kaját, secsep, vizet. Előre átra ingadozik, a falon néz egy pontot, és oroszul motyog magával. Nem tudom, hogy mit mond. Nem próbálta megsérteni magát. Nem is tűnik egyébként öngyilkosságra hajlamosnak, minthogyha keveset aludt volna, és így össze van zavarodva. Oké, mindent kiszedtünk belőle, amit beszéd által lehet.
következő pár napban műtsék meg. Analizáljuk, mi történik vele. Hopp, ez megfordulhat. Nem tudom, miért kellett ennyire befalazni az ajtót, hogyha hát egyébként marhára nincs semmi. Ez az ablakot, bocsánat. Az ablakot akartam mondani. Nem csodálatos? Van valami angyali ezekben a arany megfagyott fény házmákban. Miért csinálják ezt? Sok teóriánk van róla, de válaszunk még nincs. Bár csak velem lennél, mint a régi szép időkben, nem úgy, mint most. De mi bőd azzal, ahogy most vagyok? Jó. Reméljük, nem jön tőlem semmi. Ha lehet, nem mennék oda be. Typhoon Nightlight Testing. Ja, ez az, ami oda vonzza őket. Mi ja, az előbb láttam egy mimiket. Az előbb konkrétan pirossal mutatott egy mimiket. Ja, ott van. Kérdés, hogyha megnyomom a gombot, kinyílik az ajtó. Én nyomom a numotet. Ha megnyomom a jobb gombot, akkor a pszichikus képességemet fogja használni, nem? Jaj, de aranyos, megy utána. Kéri, hogy még. Ja, itt vannak az ötletek, amik vitatva vannak. Hogy hallucináció. Átváltozás. Vagy helyettsere egy másik dimenzióban levő tárgyal. Oh, hello. Jó vértranszmitter. Hoppá! Egy kísérlet. Mivel nagyon szeretik a kávés bögréket, ezért azzal kísérleteztek. Na most, hogyha a mimik megváltoztatja az atomik struktúráját saját magának, hogy duplikálja a tárgyat, akkor spektroszkópia ugyanolyan eredményt kell, hogy adjon. De a frekvencia megváltozott. Mint hogyha egy másik időben létezne a lemásolt tárgy, mint az eredeti. Ezért volt a dimenzió elmélet. Na jó, nézzük ezt. E-mail.
Az utolsó 6 hónap után az én véleményem az, hogy mágia. Ő a kettesre teszi az elméletét. Azaz, hogy átváltozik, de akkor ugye a kísérlet az. Spektroszkóppal, nem? Ó, ez valami játék. Dr. Gus Lancetta neve ismerős? Mi van, hogyha azt mondom, hogy egy hetet dolgozott nálunk, csak egy hetet? Mielőtt az egész tudományos osztálynak kiszedték a neuromódjait. IT-t megkértem, hogy nézzék meg a pontját. A kitűzőjét a szekrényébe hagyta. De teljesen le lett törölve minden. Ki a tökön volt ő? Jó, és ott van egy utility. Nyomok egy quick save-et, mert elindítanék egy bármit. Első kapcsolatfelvétel. Szeretgeti, de aztán betöri az üveget, és letúrja a csápját a tűzzel. Ami érdekes, mert nem a szemében van a kamera, az asztalon után, vagy mégis. Próbál kinyúlkálni, hoppá! Egymást is bünteti? Csapkodták, és ilyen energiabigyó lett belőle. És az már ki tudott menni, vagy mi? Ez még egyszer kimászik. Nyugtál kifelé. És csak nyugtál, és nyugtál. Érdekes, hogy megverték. És ezáltal lett valami energiabigyó belőle.
Ó! Oh. Ja, nem, ez benne jó. Kalibrálja seggembe semmit, jó? Köszcsi. Köszcsi megint. Sáncba. Ez éget. Shit. Na végre. Na, ez ügyes volt. Letúrok egy banánt. Ez teljesen be van tömve. Hello. Ki fog jönni valami szar. Azt mondja, élő vizsgálat. Féltemettől a tudósok az első kísérlet között próbálta beszélgetni a Typhonnal, de nem sikerült, vagy nem hagyta magát. Hát, ha nem is látnának minket. Hát, hogy nem vagyok személy. Live exam procedure in progress. Local lockdown in effect until procedure terminates. A tudósok lezárták a kiárást a Gatsz irányába.
Nem mondod. Ezek az escape podok. Legalábbis tudjának nézni. Speedscan, nem mondod. Inventory. Jó, sokkal gyorsabban szkennelek. Most arra vagyok kíváncsi, hogy ez hogy lehet élő kísérlet. Mindenesetre azt mondják, hogy nem hajlandóak velünk kommunikálni, de lehet, hogy azért, mert nem is azonosítanak minket értelmes lényként. Pauzolva van. Információ. Tehát vissza, legyen ott bent egy hulla, és aktiváljam a pszichoszkópomat, mielőtt kinyitom a tartó cilindert. Hát ez talán az. Jó, aktiválta. Igen. Igen, aha! Typhon az gondolkozás nélkülről, nem azért, mert gonosz, hanem mert nem tud mást. Nincsenek neki tükörneuronjai. Egy dolgot tudunk mit csinálni, amit ők nem. Együtt érezni. Egy élő kreatúrával. Ez az elég durva volt. Jó. Illetve hát fos. Én ki nem nyitom még egyszer.
Tehát föltámasztott őt valamilyen lényként. Én oda be nem megyek. Most itt van. És tehát így be tudok menni hozzá, hogyha annyira akarnék. De nem akarok. Eszembe jutott, milyen jó ötlet lenne átdobni itt egy olyan graviton vackot. De... meggondoltam magam, mégsem megyünk be, furcsa helyez. Betöde, hogy nem megyünk be. Csak nem úgy. Jógi Józsikák, nincs itt semmi látni való. Tök jól elvagytok, ugye? Ó, 1, 2, 3, 4-en vannak. A mondó vagyok, hogy glózzuk meg őket. Hello, Babi néni! Na, ennyire azért nem. Oké. Ajaj. Jó. Gyökér. Akkor mi is gyökérkedhetünk, ha ő gyökér. Én is gyökér vagyok. Oké. Beakadt a fülesem. De így most tényleg jobban hallom azt, hogy merre gyűnnek. No, ott van. Ő, jaj de csuda jó. Meg egy kis harapnivaló. Próbáljuk meg megpróbálni. Ó, hát nem kiment. Idri, ugye nem ölted meg a kis medik operátoromat, te gyökér. A fantom. Jaj, jaj. Nem tudtam fegyvert váltani. Kipencsi a karral. Jó, úgy maradt. Tényleg meg lehet lepni, hogyha fejét lődözi az ember, még ott van. Az is igen, ahogy mondod. Legyél is. Nem. Oké, most már látom, hogy hol vagy. Rima, akkor most segbe foglak tekercselni. Ó, meglátod. Oké, de már elmúlt. Ó, 9 mm-es lövedék. Szegény Corey Richard. Egy neuromod. Egy bevezetés a meta-analízisba. Igen, igen, valami nagyon furcsa létezik, a telepátia. Jó, ez ugyanazoknak a darabja. Ma neuromod. Nem tudom mi.
ki lehet nyitni most már. Ezt is ki lehet nyitni. Milyen rendes volt, bezárkózott a mimikekkel, hogy ne terjedjen tovább a trotyvák. Ez azért értékelendő. Hello? Nem kell titulisztem. Látom a szűzőt a falon keresztül. Ti hogy vagytok? Ledobtuk egy pár csapdát, hogy elhívjuk őket. Tölt, hát hiszem mindent, hogy nem mész. Oké, én pedig az armoriba rejtőztem be. Minden be van zárva. Mi a terv? Megvárjuk azt, hogy megmentsenek. Tudod, Alex kiszedi a modjénkat, hogy ezt megúszszuk. Akarsz erre emlékezni? Köszönöm. Átmászhatunk a belső részen a Datszon. Oké, szólj, hogyha akarod. Van még egy? Dr. Kelstra? I wanted to follow up on my request to view one of the volunteer abdication contracts. Aha, ellenőrizni akarom az önképes vállalkozást. Van egy kis szabad időm. Nem, ezek a dokumentumok el vannak zárva. Kezem meg van kötve. De azért valami engedi az a kísérlet közöttnek. Én nyomjuk a gombot. Értem. Nem lennél ember, hogy ez könnyű volna. Jó, csak biztos akartam menni benne. Így nekem. Minden teljesen legális. Azért, mert nemzetek kívüli területen van. Meg van kötve ezen. Nyugodj meg! Rendben, megértettem. Látod? El fog késni a találkozóról. Hát elég köcsög. Nyomkodja a gombokat. Valakit gondolom nem akart, hogy az önkéntesek között legyen. De hát neki, ó, meg vannak kötve a kezei. Na jó, ez zavar. Ó, és egy neuromodot szedtem volna szét a gránáttal, ha bedobtam volna. Jó lenne egy olyan ágyú, ami olyan kis gravitációs kollapszusokat lőtt ki. De hát ugye nem akarhatunk mindent egyszerre. Max még egy kis vizet. Ez is elég érdekes elrendezés, mert őt megették, és sokszorozódtak. Őt nem ették. Ez meg le van zárva. Egyes szintű, azt általában meg tudom csinálni. Ugye, bőle, bőle, na, jussak már oda, B. Mit kell megnyomni a mindegyet? Jó. Két és fél másodpercen még maradt. Így most hozzájuthatunk. Valami sofőrnek tesztelhet. Két e-mailhez. Emlékezz a küldetésedre, Hans-tól jött, Annalizének. Transztar önkéntesek, nem az önkéntesek, amiket a Transztar küld nekünk, nem megbocsátható dolgokat, megbocsáthatatlanok. Szociopaták, akiket egyébként halálra ítélnének a bűneikért. Nem vagyunk bírók, vagy ítélőszék. Mi csak az emberiség érdekében végrehajtjuk az előre elrendelt kivégzésüket. Ó, hát akkor annyira mégse jó önkéntesnek lenni, ugye? Olvasd el a 13-as fájlt, hogyha a bizonyítékra van szükséged. Megnyitottam a kivonó laborba, Hans. Analyze akkor egy jó arc. Nézzünk egy kis inventory-t. Data. Audiolog.
Igen, és Anna próbálta a Hansnál megreklamálni ezeket a dolgokat. És ők nem értem, hogy Hans, de sajnos nem. Hát ő egy rendes nő volt. Na nézzük. Oda tolom a popsimat az arcához. Bezártam a hullaházi kulcsomat a hullaházba. Kész, Rupert, most azt gondolja rólam, hogy olyan hülye vagyok, mint amilyen. Van valami ötleted? Tehát a hullaházban van egy kártya kulcs, amivel legalább kijuthatok a hullaházból. Térkép itt mutat valamit. Na, akkor most törődök veled. Elvileg mondtál egy olyat, hogy valami megkapok tőle, gondolom. Till I got locked up. Behold, the wicked man conceives evil, is pregnant with mischief, and gives birth to lies. Does that sound like anybody you know? I know my life ain't worth two dead crickets, but nobody deserves this. Senki nem szolgál rá erre, és tudom, hogy az életem kétszentes. All you gotta do is open the door. Csak ki kell nyitnom az ajtót. Na nézzük, mik vannak itt. Először is a manuál. Ó, ezt már olvastam. Tehát ő rá ráeresztek egy mimiket, ami utána belejön ide, és fölbontjuk anyagát. Tehát emberből csinálunk anyagot. Most of the other fellows were Russian. I speak a little, but as you can tell, I ain't from there. As you might have guessed. Próbálhat oroszul beszélni, de nem no reason to keep me locked up in here anymore. Hát jó. Fiú, te egy gyilkos vagy elvileg, nem? Backwards in it, huh? Dolgozz nekem, mostanában sokat kell ölni. Na nézzük. Nézzük, mit tettél. Nevét nem tudjuk, fehér férfi. Szibériába volt, de nem orosz. Hát már egyből hazudik. Emberkereskedés, rablás. A solicitation az nem tudom, mi neki is gyerek. Irányított vegyi anyagokat terjesztett, és másnak adta ki magát. Hey, what are you reading? My rap sheet, huh? Aha, hogy mit csináltál? Look, I'm telling you, on my mama's grave, that is a stack of lies meant to make pushing that button easier on you. Okay, fine, listen. Vagy direkt hazudat, I want to be honest. Some of it probably róla. Is true. Persze, valami igaz. I done some wrong in my days, but this ain't right, you know? Come on, y'all got to let me out of here. And I never did anything to those kids. I was just getting them out of a bad spot, that's all. Csak kimentette a gyerekeket egy rossz helyről, nem csinált semmit. They didn't like how their pile of rubles. They got their claws sunk deep in the government. Got me shipped off to the gulag. És a hatalommal rendelkező politikai ellenfelé küldték ide a nagy maffia, oké? Okay. Mimik multiplication. Well. Now that's what I'm talking about. Some human decency, friend. No, no. A gyerek kijönnön gyorsan. Ah, you're the one person that showed me any real kindness, and you just believe. Én még közegetlen, aki kedves volt, nem tudta. If you still want that code, it's 8714. 8714. És innen hogyan mész tovább? Élevő vizsgálat. Gravity Utility Tunnel System, a GATS, azaz a belek.
gravitációs szerelő csatorna rendszer. Nem jössz ki onnan? Hey. Listen, you running any other fellas wearing a green jumpsuit? Watch your ass. Vigyázzak a seggedre. They ain't all decent human beings like me. Nem olyan rendesek, mint ő. Ilyen vicces, mert le van törölve a neve, de csak ránézek és megmondom, hogy Aaron Ingramnak hívják. Úgyhogy innen is boldog születésnapot minden Aaronnak. I seen one of the other volunteers come through here. A big guy. Aj, nagy fickó. Wouldn't let me out. Now I'm glad he didn't. Watched him bash some poor sucker's head in with a wrench. Beverte a fejét. Kept going on and on about black eggs and whatnot. Real disturbed. Valami fekete tojásokról beszélt. Oké. Egy nagy darab elítélt. Mondjuk érdekes, mert a fehér-zöld az a tudós. You sure you ain't been here before? Hoppá, lehet, hogy voltam itt ezelőtt, csak elfelejtettem. I ain't never seen creatures like that. Where'd they get them? Bottom of the ocean or something? Honnan hozzák ezeket a lényeket? Az óceán fenekéről. I'll just lay low for a bit. Plan a ride out of here. Jaja. Bújjál valahol és meneküljál. Esetleg majd, hogyha elmegyek a bázisról, akkor csatlakozz. Being here you start to miss things. Things you gladly said good riddance to. Like this little miniature poodle I used to have. Ugly as sin. Volt neki egy kis fágja. Lukat rágott a csizmájába. Vajon mi van vele most? Hát, hogyha megfertőződött a föld, akkor nem tudok sok jót mondani. 87, 14. Fasza. Mimik fertőzés. Egy hulla, két hulla. A harmadik hulla az a negyedik hullával van. Á, jól van, tudom, mit kell csinálni. Kiváló! Most jön az, ami még nem volt, ilyen nincs, és mégis van. Hol van? Fölé. Eltalálta. Ez az. No. Hány lövetű. Ó, ennek van egyedül ilyen kijelzése. No, hát nem kellett megvárni senkit és semmit. Honnan tudtad, hogy moving? Kicsit előrébb, nem? Nem. Okay. Eradicator auto turret version 0.7.6 online. Nagyon nem látok mimiket. Csak embertelenül sok hullát. Meg valakinek vodkát adagoltak intravénásan. Na jó. Nem az vagy, de van nálad finom banán pudding. Ah, ezek mind önkéntesek, szegények. Szia, Bellamy. This isn't the first time a Typhon organism has broken containment. It happened before, shortly after your initial neuromod tests. Az én neuromod testét után is kitörtek. But Alex insisted he could control the situation. Alex, a bátyú azt mondta, hogy tud irányítani a helyzeted. Hiding the plan for your arming key, videos, the January protocol. Aha, és akkor kezdtem ilyen B-terveket alkotni, amikor Alex ilyen nagyon-nagyon erőszakos volt, hogy de ő tudja folytatni. Nem a crash kartot akarom, na itt a belépő ide. Ah, hogy élőt kell szkennelnem, nem halottat. Hát jó.
Ilyen kajákat nála hagytak, basszus, hogy náluk. Elnézést. Nem baj, hogyha fölmászok ide mellé? Ó, oh, de baj. Rendítsak. Ja, és ott van a követő a bokáján. Hát szegények, és ez mi? Ételt vagy italt ne hozzatok ide, hát ahhoz képest minden hullánál van. Na jó, gyere velem, én sem megyek sehova. Pillanatra azt hittem, hogy lőnek a túrötök, de nem. Az jó, hogy nem vártam fél órát a Science Operatorra. Na nézzük, mi van itt. Elvileg van egy új logom. Mementók. Biztos, hogy ebben még nincs késő, hogy kidobjuk a légkeríten. Biztosak vagy, biztos ők benne. Nincsek hátsó gondolatai? Nem, csak nem akarom majdba keverni magam. Nincs boldog még a számomra. A következő váltásba történt meg. Mementóként feliratkoztam, ott van a kabinomba. Szét akarták szórni az információt, hogy mi történik. Igen, már megfigyelnek. Hát szegényke. Két utility. Nyomd meg a gombot, kérlek, nyomd meg a gombot. Basszus kulcs. Nem. Hello. Hoztam egy tórát. Azt hittem beszorultam. Deploy. Szkennelek én, mint az állat. Hello. Ez azért durva volt, hogy csak a gombot kellett megnyomni. Mit szenvedtem én rajta magát? Looking glass station. Calvino, what did you do to my conference room? Mit csináltál a konferencia teremben? Éppen csak tulakoltam a hívni. All I see is a dot. Egy pontot látok csak. Igen, az rendben. Ez a kalibrációs rendszer. Az mi érintőképpen. Are you kidding me? Just follow the dot. When it turns green, touch it. It should tell you I do not have time to play sing along with your bouncing ball. I'll call you back. Nincs időm mi a játékokra. Hans. Hans. We need to talk about Annalise Gallegos. Gallegosról kell beszélnünk, hoppá. Tudom, hogy mire gondolsz. Ott van egy csomó tárgy, ami engem annyira nem foglalkoztat. A zöld pöttyöt kell megérinteni, jó. Én azért előtt fogom ezeket. Kérdés, hogy ez itt ilyen lecsukódós téma, ugye? Igen. Tudni, hogy az.
Reméljük egy túret elő fogja segíteni azt, hogy megjelent az ott hirtelen kicsit megzavart. Egy túret elő fogja segíteni azt, hogy élvezetesebb legyen az előadás. Egyelőre semmi se nyúlok. Mint az hatch. Sőt, hogy ti is lássátok a YouTube-on. Nem tipikus balfasz főnöke volt. Nincs időm a hülye kis játékaiddal játszani. Meg kell érinteni egy zöld pöttyöt a képernyőn. Annyira nem bonyolult. Ó, nehéz felszerelés. Optimalizáló. Ez érdekesen hangzik. Nézzük, mit tud ez a művészetfelszerelés. Optimalizáló. Ez kérlek szépen egy olyan, ami már van. Hát, sajnos duplikátum. Na mindegy. Nézzük, mi van, hogyha megérintem az ölgybőt. Nem, azt hittem, hogy valami írás, de nem. Kedves kis ijesztő cuccot rakod be neki. Meg ugye... ugyanúgy lófasz. Megjavítani nem lehet, ugye? Minden se tetszik ki ez a tink, tink, tink. Jaj, nem. Először ez, aztán ez. Az a gond, hogy itt abszolút semmi érdekes nem látszik. Ó, dehogy nem. Ez konkrétan a titkos rekeszes helye a bátyónak. Most az kérdés, hogy innen hogy ugrott ki egy ilyen mimik? Aj már! Nagyon-nagyon fura. Tényleg kiugrott egy? Igen!
Basszus, létre tud hozni 3 résztesteket. Ez itt... És a tényszer megoldás egyébként. Ez nem tudom micsoda. Ez viszont... az ő kis vetítőhelye. De nincs semmi a táblán, vagy ilyesmi. Mondjuk itt speciál van egy olyan tábla, ami nem volt itt korábban, de baromira nem látszik rajta semmi. Fönnet áll valami, ha felállok a fotelre, úgy nézem, ha netán ugrálok mellé. Abszolút semmi, ez az a hely, ahol jár. Ó, köszi. Azon filozok, mi hogyha egy kicsit megütögettem ezeket a dolgokat, akkor leállt. Ő is leállt. Scanning target, no alien material detected. Ennyi. Most viszont már itt is jártam. Egyszerűen nincsen már semmi ismeretlen dolog. Csodálatos vagyok.